The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. A kormány döntése szerint már a 12 és 15 év közöttieket is be lehet oltani Magyarországon, ezt Orbán Viktor jelentette be a kormányinfón. Why weren't we told the truth? We didn't know the truth. What we knew would only have slowed you down. But innocent people could be infected. What you knew could have prevented that. How? In 1988, there was an outbreak of hemorrhagic fever in Sacramento, California. The truth would have caused panic. Panic would have cost lives. We controlled the disease by controlling the information. You can't protect the public by lying to them. It's done every day. A miniszterelnök azt is mondta, külön kampány nem lesz, ha a szülők úgy döntenek, hogy be akarják oltatni gyermeküket, akkor a szokott rendben kell jelentkezni. A regisztráció már el is indult. Ez a kezelés önkéntes. Senki nem beszél itt senki kiirtásáról. Arról nem is szoktak beszélni. Csak csinálják. Ti meg csak éltek a nagyvilágba, és nem vesztek tudomást az intőjelekről. A kormányfő kiemelte, Magyarország az egyetlen az Európai Unióban, ahol több vakcina áll rendelkezésre, mint ahányan oltásra jelentkeztek. To kind of catapult the propaganda. Nyugati vakcinából 17 millió adag van, illetve érkezik, vagyis mindenkit be lehet oltani, akár harmadszor is. Orbán Viktor bejelentette, jövő héten itthon már átállnak a készenléti oltási rendre. A jövő héttől áttérünk a készenléti oltási rendre. Anyway, welcome to the State Department. I think we have some interns in the back. Welcome. Good to see you in this exercise and transparency and democracy. Is that what it is? Sorry, I thought it was an exercise of, an exercise in spin and obfuscation. All right. Can you tell this is my last briefing before vacation? Politicians realize that nonverbals are important. And so when they choose an outfit, when they choose how they're going to come out, whether or not they're going to be smiling or shaking hands, one thing I can assure you, this has been rehearsed many times. It is theater. It's absolute theater. And one of the things that we will be looking for is how well these actors do their job. My name's Joe Navarro, and for 25 years I was a spy catcher with the FBI, and I am a nonverbal communications expert. We always notice when the candidates come on stage, they're always waving at somebody in the audience or pointing a finger and so forth. Sometimes these are actually bogus gestures because they know the cameras in the audience will take pictures anytime there's a large gesture. And so they may actually do these things with no one in mind. A kormány tegnap döntött arról, hogy engedélyezi a 12 és 16 év közöttiek oltását. Kampányt erre nem szervezünk. To kind of catapult the propaganda. A szülők hozzák meg a döntést, a szülők úgy döntenek, hogy be akarják oltatni a gyermekeiket, akkor a szokott rendben lehet jelentkezni, és a szokott rendben az oltópontokon az oltásokat fel lehet venni. Ott a televízió! Minden benne van. Nézd, hallgass, térdelj, imádkozz! Akinek lejárt a második oltása kijelölt határideje, és nem veszi fel az oltást, annak őt törölni fogjuk a védettségi igazolvány nyilvántartásából. Tehát el fogja veszíteni az első oltás után kiadott védettségi igazolványát, és nem tud elmenni olyan helyekre, ahova el tudna egyébként, hogyha a második oltását is felvette volna. Egy este aztán, amikor teljes a nyugalom, és senki se számít rá, értetek jönne. Nyugati vakcinából van, illetve érkezik még biztosan 17 millió adag, Pfizerből 6,1 millió, Modernából 1 millió, AstraZeneca-ból 5 millió és Janssenből 4 millió. Ez az jelenti, hogy mindenkit képesek vagyunk nem csak hogy harmadjára, hanem hogyha kell, akkor negyedére is beoltani. Ezen kívül kínai vakcinánk is van még. Ránk fogják kényszeríteni a gyógymódjukat. A járványok és a népvándorlások korát éljük, ezért fel kell készülni az ezekből fakadó kihívásokra. To kind of catapult the propaganda. Erről beszélt a miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, a nemzeti konzultációban éppen ezért járványügyi, migrációs és gazdasági kérdések is lesznek. A kormányfő úgy fogalmazott, a magyar gazdaság pandémia utáni újraindulása igazán sikeres lehet. To kind of catapult the propaganda. Hozzátette, a bevándorlás kapcsán keményíteni szeretné a magyar álláspontot, hogy két évig nem csak illegális, hanem semmilyen migrációt ne lehessen megengedni.
Látványos péntek délutánnal ajándékozta meg az angyalföldi Meder utcában sétálókat az amerikai hadsereg és a magyar honvédség. Helikopteres sebesült szállító feladatok gyakorlása miatt immáron harmadik alkalommal szálltak le a katonai forgószárnyasok a kijelölt területen. A gyakorlat forgatókönyve szerint a Veszprém új majorban készültségi szolgálatot ellátó helikopterek riasztást kaptak, mivel a Sabre Garden 21 gyakorlaton résztvevő katonák közül többen is megsérültek. Dreams are my speciality. Through dreams I influence mankind. To kind of catapult the propaganda. A legfontosabb kérdés az, hogy egyetérte az ország abban, hogy a válság után már nem, mármint a pandémia és a járvány után, nem ugyanaz lesz a világgazdaság és nem ugyanaz lesz az európai gazdaság, mint a járvány előtt volt. Every nation and every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. A nemzeti konzultáció célja, hogy egyetértési pontot alkosson abban a kérdésben, hogy milyen lesz Magyarország Európa a pandémia után. Erről beszélt Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. A kormányfő azt mondta, mert amennyiben minden megváltozik, akkor alkalmazkodni kell azokhoz a kihívásokhoz, amelyek az ország előtt állnak. Orbán Viktor hangsúlyozta, ő azok véleményét osztja, akik szerint nagy változások lesznek a járvány után. Megkérlek, hogy nyomd be a tetkódat abba a szarba. Az esője, hol a tetkód? A tetkó? Hogy nincs? Hol a tetkód? Atyaég! Hogy neked nincs tetkód? Ugye nem vagy szkennelhetetlen? Szkennelhetetlen vagy? Szkennelhetetlen! Ne! Ne! Nyugodjon meg! Nyugodjak meg! Ez hogy történhetett? Ez hogy történhetett? Rendben, ez a személy szkennelhetetlen. Elmagyarázhassa magának, hogy... Joe-t letartóztatták, mert nem volt termékkód tetoválása. Hamarosan rá kellett jönnie, hogy ebben a jövőben az igazságszolgáltatás nem csak vak, hanem szellemileg meglehetősen visszamaradott is. Ráadásul föl kell készülnünk arra, hogy ez a járvány nem az egyetlen volt a mi életünkben. Lesznek még járványok, én azok álláspontját osztom, akik azt mondják, hogy a járványok és a népvándorlások korát éljük. To kind of catapult the propaganda. És ezekre a kihívásokra, az ebből fakadó kihívásokra kell fölkészülni. Tehát lesznek járványügyi kérdések, migrációs kérdések és gazdasági kérdések is egyszerre ebben a konzultációban. Felmerül a kérdés, mi legyen azzal a pénzzel, amit a gazdaság az ország normális működéséhez szükséges összegen felül képes előteremteni, emelte ki Orbán Viktor. Dreams are my speciality. Through dreams I influence mankind. Álláspontja szerint a legegyszerűbb visszaadni azoknak, akik megdolgoztak érte. Különösen a családosoknak, akik a válság során a legnagyobb terhet viselték. Hisz bennem, csak bennem, szenderedj, édesem. Akinek van gyermeke, az hat kapja vissza azt a pénzt, amiért megdolgozott és adóként befizette. Egy felső határt húzzunk, mindenki megkaphatja ezt az összeget, de csak az átlag jövedelmet terhelő adó mértékéig, az a maximum összeg, amit visszakaphat. Ez szerintem egy szellemes, igazságos és újszerű gondolat, de nemzeti konzultációra fogjuk bocsátani, mert egy ilyen megoldáshoz, ami még sosem volt, jó, ha sikerül elnyerni az emberek világos és egyértelmű támogató véleményét. A migrációról szólva kifejtette. A járvány után a bevándorlás visszakerül az európai politika középpontjába. Úgy fogalmazott, migráns hadak dörömbölnek Európa szinte minden ajtaján. A szárazföldi és a tengeri útvonalat lezáró ajtókon. Tavaly ilyenkor az illegális határátlépési kísérletek száma 10 000 volt, idén eddig azonban 38 000, tehát a migrációs nyomás nő, mondta. És ha mi megmondjuk, mi a valóság, mindenki elfogadja, ugye?
mert a pszichiátria az új vallás. Mi döntjük el, mi jó, mi rossz? Mi döntjük el, ki őrült, ki nem? A világ egyes részén a járványt nem fékezték még meg. Mi itt Magyarországon igen, és lassan Európában is megtörténik ez. Bámulatos holtak már a tudomány. Mondd csak el még egyszer, hogy lehet birkavesével földrengést megelőzni? Ilyenkor a migráció járvány idején különösen veszélyes. Tehát én azt javasolnám, hogy mondjuk 2 évig nem csak illegális, hanem semmilyen migrációt. Semmilyen migrációt. Semmilyen migrációt. Semmilyen migrációt. A vaccine passport, a digital way to prove you've been vaccinated in order to travel, might be a thing of our future, but it's also a thing of the past. It's a modern day play on a vaccine card, which is often a yellow sheet of paper documenting a person's vaccine history. These COVID-19 vaccination records are a new thing, but we've had records of vaccination doses for a long time. And these are doses which you've had to show when you enroll your kids in daycare, when you get into elementary school, when you matriculate into college. So we've already used these a lot, even when crossing borders. Az igazolványát. Bocsánat. Oda. Bele így. Köszönöm. Mr. Dallas? Én vagyok Corbin Dallas. És a hölgy? Lilu Dallas világjegy. Igen. Világjegy. Igen, tudja. Világjegy. Igen, tudja ő, hogy világjegy. Lilu Dallas a nejem. Most esküdtünk. Tudja, hogy van ez. Összetalálkoztunk. Szikralobban. Tudja, hogy világjegy. Szóval szeretjük egymást. Formally, such documentation is called an International Certificate of Vaccination or Prophylaxis. It was created by the World Health Organization to serve as a medical passport. Starting in the 1930s, there was a series of international sanitary conventions resulted in there being international certificates issued for being international certificates issued, international certificates issued for several different vaccines, including smallpox, cholera, yellow fever. Some refer to this as a yellow card, as it was and is used globally as proof that someone received a yellow fever vaccination. Benem, csak bennem, this card became a necessary part of some international travel beginning in the 1950s. A yellow fever vaccination is still required for all travelers to enter several African countries. A polio vaccination is also required in certain parts of the world. As for coronavirus, countries like China have already started to issue digital vaccination certificates. The European Union is also hoping to provide what they're calling digital green certificates for vaccinated citizens. Ugye nem vagy szkennelhetetlen? And the Biden administration announced it is looking into a Vax Pass system. There's currently an interagency process that is looking at many of the questions around vaccine verification. That's good. A tetkó? Hogy nincs? Some people are going to protest and say vaccine passports internally or vaccine authentication is forcing vaccination. It isn't. It's just going to restrict your freedom of movement. It's just going to restrict your freedom of movement. It's just going to restrict your freedom of movement. Rendben, ez a személy szkennelhetetlen. And I think you can expect many more Americans are going to want to get vaccinated to capture that freedom, capture that freedom, capture that freedom. Either you're with us, either you love freedom and with nations which embrace freedom, or you're with the enemy. There's no in between. I can imagine a number of countries dependent on tourists and people saying, look, I'm not going there unless you can prove that you're all vaccinated, or vice versa, you can't come and visit us. And they're going to be complaining that it's just not fair. You didn't give us the vaccine, so how can you expect us to have proof of vaccination if we can't get vaccines? I don't think that situation will last much past another year or two, but it's going to come. Van egy másik organizmus is ezen a bolygón, mely ugyanígy viselkedik. Tudja melyik? A vírus. Az emberi faj egy betegség. A bolygó rákosodása, az ember egy ragály. És mi vagyunk a gyógyszer.
Szólt arról is, hogyha egy biztonságosabb, kevésbé törékeny gazdaságot akarunk látni, akkor a családoknak is nagyobb biztonságban kell lenniük. Mindig a legkevesebbet keresők vannak a legbizonytalanabb helyzetben, ezért a minimálbért meg kell emelni, tette hozzá. Ennek kapcsán hangsúlyozta, meg kell állapodni a kis- és középvállalkozásokkal, hogy ezt ki tudják-e gazdálkodni, milyen segítség kell nekik. Azon dolgoznak, hogy elérhető legyen a 200 ezer forintos határ, a garantált bérminimum pedig még ennél is magasabb lesz, és mindez felfelé nyomja majd a béreket. Semmiről beszélni, ha jól tudom, ezt az egészet nem értem. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist.